Nem pénz kell neki. Állított meg a bolt előtt. Szégyeli ezt kérni, de ha bemegyek, vegyek már neki is valamit. Emmanuelnek hívják. Ne haragudjak, hogy zavar, szégyeli, de teljesen szét van esve, amióta az édesanyjuk meghalt. Ezért van feketében. A Gyüli látta el ruhákkal. Nemrég megtért és elköteleződött, de vigyáznia kell a testvéreire. Csak egy kis tejbor kellene, nem mert többet kérni. Már dolgozik, biciklis futár, csak még nem kapott fizetést, így gyümölcsöt és levendulát árul a piacon. Tessék, vegyek egy köteggel, jó friss. Megadja nekem a pénzt, amint kap fizetést. Elküldi a telefonszámát is, hogy tudjam, ez nem átverés, ő nem olyan. Egyébként nincsenek felesleges női ruháim. A testvérének kellenének. Megkérem, hogy várjon az üzlet előtt. Mindjárt jövök, hozok tejport, meg kenyeret is, de egyből rávágja, hogy ne, ide ne. Odát van egy sokkal olcsóbb. Mondom, hogy sietek, mondja, hogy pár perc az egész közel van. Mondom, hogy ez is jó lesz. Mondja, hogy szívesen elkísérne odáig, de azért is bemegyek. Emmanuel is utána jön. A legfelső polcra mutat, ahol a legdrágább a tejpor. Túl drága. Magyarázkodom, kifogásokat keresek, ezt ő is észreveszi. Szégyellem belátni, hogy nem tudok segíteni, nem tarthatok el egy egész családot. Kifizethetem egy részét, mégiscsak kaptam egy köteg levendulát, de a többit majd kipótolja más. Csalódott. Előveszi a telefonját. A kassza felé indulunk, adnék 25 lejt, de tiltakozni kezd. Nem fogadhat el pénzt, nem szokott kiregetni, nem alázhatom meg ennyire. Zavartan csetel tovább. Én pedig kitapogattam, hogy még a zsebemben van a telefonom. Búzogva elfogadja a 25 lejt. Elbúcsúzunk, találkozunk még, rendelek még biciklis futára a kaját. Eleinte azt hiszem, azért követ, mert mondani szeretne még valamit, hogy vagy visszaadná a pénzt, vagy eszébe jut, hogy nem köszöntem meg, vagy hozzátenni, hogy imádkozni fog értem. Az Úr áldjon, szeretettel vár a Gyüliben. Besietek a sokadik kis utcába, SMS-be jegyzetelem az útvonalat. Szégyellek kiabálni és telefonálni is. Akkor hangosan ki kellene mondanom, hogy követnek az utcán. Az is lehet, hogy tud magyarul. Lehet érteni, ha telefonálnék egyet. Lehet tényleg csak mondani akart valamit. Lehet, hogy ugyanarra lakunk. Megint én értettem félre. Lehet, hogy útból megaláztam, mint amikor pénzt adtam neki. Elmesélném anyámnak, hogy megpróbáltam átvenni a jó szokásait, de nem sikerült, hogy bedöltem egy csalónak, aki lehet, hogy tudja, hol lakom, de az is lehet, hogy leráztam egy ártalmatlan kisfiút, akinek csak tejporra lett volna szüksége. Megkérdezném anyámtól, hogy szokott-e bűntudatot érezni, ha nem tud segíteni valaki. És tényleg megbüntetnek-e, ha tévesen riasztom a rendőrséget? Megkérdezném, mit tett volna a helyemben? Ha nem szégyelleném ennyire elmondani neki, hogy bármi is lett volna Emmanuel szándéka, rosszul reagáltam rá.